Ugye ez az egyik, hát valószínűleg az egyik legszebb díszítés a tangóban, én legalábbis nagyon szeretem. És ugye nagyon sokat csinálják követők értelemszerűen, de ez vezetőknek is a repertoárjában benne van, úgyhogy érdemes nekik is foglalkozni ezzel. Ugye lehet előre is csinálni, hátrafelé is csinálni, tehát előre és hátra olcsóba is beletenni, illetve lehet ugye földön csinálni, és elég magasan is levegőben, illetve a kettő között nyilvánvalóan körülbelül bárhol. Jó, az alapelv, az alapstruktúra az minden ugyanaz az lesz akkor is, hogyha a földön csinál, akkor is, hogyha a levegőben. Úgyhogy ezt fogjuk elkezdeni felépíteni. Az első levezető gyakorlat, ezt bemelegítéskor szoktuk csinálni, ugye az, hogy tolom ki a lábamat, és közben rotálom a térdemet, illetve a combomat. Jó, tehát itt azt kell, arra kell figyelni, hogy ez nem arról szól, hogy a lábfejemmel mahinálok valamit, és attól forog itt minden, hanem a combcsont forog gyakorlatilag itt a medencében, a csípőben. Jó? Tehát, hajlított térdel kezdesz, jobb lábbal, tehát a jobb lábad a szabad láb, és innen, ahogy mész előre felé, zár a térd, nyit a térd. Zár, nyit, zár, nyit, zár, nyit, és jössz vissza. Zár, nyit, zár, nyit, zár. Jó, ugyanezt próbáljuk ki oldalra is, vagy lehet ilyen nagyon pici diagonál oldalt. Tehát, zár, nyit, zár, nyit, zár, nyit, zár. Nyit és vissza, húzod apránként. Jó, menjünk még egy kört, egyet előre, egyet hátra. És előre. És vissza. Oldalra. Egy, kettő, három, négy, vissza, kettő, három, négy. Jó, másik láb, ugyanez. Két kör. Előre, oldalra, előre, oldalra. És előre, kettő, három, négy, vissza, húzom, három, négy. Oldal, jön vissza, második kör, előre, visszahúz, és oldal, oké. Jó, ez egy nagyon fontos mozdulat, ezt a nyitás-zárást megtanulni, hiszen ez a fő motorja, meg a fő legfontosabb mozdulata a rulónak, ebből fog majd megszületni. Mert hogy a rulóban igazából arról van szó, és ezt érdemes megjegyezni, hogy bár sokszor úgy tűnik, hogy a lábfej valamilyen kis köröket rajzol, meg itt kabírnyál, ez részben igaz, de nem ez a legfőbb oka, miért, vagy nem ebből lesz a ruló, nem a lábfejnek a mozdulatából, hanem pont ebből a térd-comb mozdulatból, amit az előbb gyakoroltunk. Mert ugyanis az történik a rulóban, hogyha most fordulat nélkül akarjuk kipróbálni, ugye diagonál előre nyújtod a lábadat úgy, hogy kinyit a térd. Tehát ugye, hogyha nem nyitom a térdemet, akkor az egyenesen előre néz. De most én ezt akarom, hogy kinyitom, tehát így sréjen oldalra fog nézni. És innen behozom magam elé nyitva, ebben a nyitott állapotban a térdemet, bezárom, tehát átbillentem a másik oldalra, és behúzom. Jó, még. Nyit, hoz, zár, behúz. Jó, olyan, mintha itt a földön egy ilyen kis háromszöget rajzolnék. Ugye kinyitom, behozom, itt bezárom, és utána behúzom. Tehát itt van egy háromszögem. Ezen az útvonalon megy a láb. Még. Nyit, zár, behúz. Nyit, kitor. Behozom középre, még mindig nyitva a tért, beforgatom, bezárom, és behúzom. Jó, másik láb, ugyanez. Diagonál ki, nyitva a tért. Hozom be, bezárom, és visszahúzom. Nyit, nyitva behoz, zár, behúz. Nyit, diagonál. Behozom nyitva, bezárom, behúzom. Nyit, behoz, zár,
és visszahúz. Oké. Okay. Jó. Tehát ez lesz az alapmozdulatunk, és a többi része az igazából nagyon-nagyon nagy százalékban a pivot miatti effekt. Ugye a rulót azt általában ocsóba tesszük bele, mint egy díszítés. És ugye az ocsó az egy lépés és egy pivot, ugye a ruló a pivot alatt történik. Tehát ez az elfordulás, ez csinálja ezt az érdekes effektet nagyon nagy részben. Ezt is lépésről lépésre fogjuk felépíteni, mert itt szoktak kezdődni a problémák sokszor. Tehát csináljuk azt, hogy bal lábadon állsz, jobb lábbal, másik láb lesz, tehát bocsánat, jobb lábadon állsz, bal lábbal kilépsz előre, ugye, mint hogyha egy előre ocsót akarnál csinálni. Ugye itt jön az a pillanat, amit az előbb gyakoroltunk, hogy nyitott térdel megérkezem, ugye, a súlylábam elé. Most nem fogjuk ennyire oldalra hozni, az elején lehet kicsit oldalra, de a cél az lesz, hogy azért ne innen, tehát ne ennyire oldalt jöjjön a láb majd, hanem azért viszonylag szűken. Ezt így a jó ízlés, vagy hát saját ízlésed határain belül nyilván lehet ezzel játszani, hogy innen jövök és fordulok, vagy szűken jövök és fordulok. Ez függhet attól, hogy éppen hogy szeretnél táncolni, milyen a zene, stb. Sem tudjátok. Tehát, bal lábadon állsz, a jobb lábadat hozod előre nyitott térddel, és innen annyit fogunk csinálni, hogy itt nyitva van a térd, megfordulok, és úgy érkezem, hogy be van zárva a térdem. Megmutatom szemből is, nem tudom honnan látszik jobban. Tehát itt nyitva van a térd, ugye így áll, megfordulok, és most így áll, egyenesen. Ugye innen indultunk, és ide érkeztem. Megmutatom hátulról is, minden irányból meg lesz. Tehát most itt nyitva van a térdem, illetve ez előre néz, a súlylátérd előre néz, szabadlátérde pedig így diagonál kifelé. Megfordulok, és most mind a kettő előre néz. Jó, igazából ami itt történik, hogy ahova itt megérkeztem a spiccemmel, az ott marad. És azért záródik be a térdem, mert ugye a fordulás miatt, hát maradhatnék végülis nyitott térdel is, mert ez elég érdekes lenne. Ez így végülis természetesen jön ez a mozdulat, hogy bezáródik a térd. Ugye a lábfejem, a spiccem az nem megy sehova. Hát itt most ráállok pont egy ilyen padló csíkra, ahol vége van és kezdődik a következő. És innen fordulok, és ha visszafordulok, akkor megint kinyílik a tér. Jó, ezt gyakoroljuk egy kicsit. Mert attól függően, hogy mi a kiindulási helyzetünk, ugye ez lehet egy előre ocsóból ruló is majd, vagy ha fordítva megyünk, akkor egy hátra ocsóból ruló is ugyanez a mozdulat lesz, csak ugye az irány, a kezdési irány más. Tehát forgatok, és helyben marad a spiccem. Oda, ahova megérkeztem vele. Csak a térdem nyitása változik. Itt nyitva van, itt zárva van. Nyitva van, zárva van. Jó, ugyanez másik lábban. Ami azt jelenti, hogy nektek a jobb lábatok a súlyláb, és a bal láb a szabad, az jön előre. Megint keresek egy jó helyet a spiccemnek, és megfordulok. És hagyom, hogy a térdem bezáródjon, a spiccem pedig maradott helyben. Ugye arra figyelni kell, hogy a szabadlábnak a sarka az ne kifelé essen, hanem ahogy mindig, amikor táncolunk, a szabadláb sarka az a test középvonala felé törekszik, jó? Tehát a bokán befelé. És megfordulok, megfordulok, fordulok, fordulok. Jó. Ugye hol tartunk most? Hogyha az első gyakorlatot nézem, akkor igazából ott tartunk, hogy ezt a zárást, nyitást csináltuk meg, tehát már csak azt hiányzik, hogy bezárjunk a súlyláb mellé.